dönteni. Thank you.
bizony a kecske így nem látta sehol. Nézett jobbra, nézett balra, a földre meg az égre, de bizony nem látta a kecskéit. Na erre igen elszentjön pörödött, sírt, rít, jajgatott. Jaj, a kecskéit! Jaj, a kecskéit! Jaj, a kecskéit! De egyszer csak az jobbra meglátott valamit, azt mondta, hiszen ezek az én kecskéim, örömében röpes táncra kerekedett. Thank you.
Ismét egy újabb hangszer következik, ha már itt bevonultunk. A színpadon és a színpad előtt a Vadalmák Citera zenekar és népi ének együttes látható, és majd nem sokára hallható. Hát itt van köztünk olyan, aki már több mint 10 éve muzsikál velem. Úgyhogy amikor kezdték, ugyanilyen kis picurkák voltak, és most már így megnőttek. Úgyhogy most már nem mondhatom azt, hogy úgy vigyorognak, mint a Vadalmák, mert hogy ugye ezért kapták ezt már, mert mindig ilyen kis igazi vidám csapat volt. Most is vidámak, de most már ugye érett komoly nők, és egyszer legény, de nagyon megbecsüljük. Úgyhogy akkor most mi következünk, és elsőként Mezőföldi karácsonyi kántákat fognak hallani tőlünk. Thank you.
karácsonyi húsavokra, minden évben meghallgatnak, és nem azért, mert én előltetem, van amelyik igen, de az, hogy ő is kérdezni. Van egy, minden év, majdnem minden évben énekünk, mert annyira szeretik a lányok, úgyhogy majd mindjárt meghallják, hogy miért. Moldvai Csángó Mária éneket következni. Shook now.
meg, és bepofárálom a következő legényt, aki egyébként eddig itt állt mellettem. Nagyon sok oldalú terjék levette. Egyébként, hát most valószínűleg már az utolsó éve, mert ugye most fog érettségizni, és katona akar lenni, úgyhogy lehet, hogy ez az utolsó ilyen közös karácsonyunk így a növendőtünk. Úgyhogy most ő következik, tárogatón fog muzsikálni nekünk kuruc dallamokat. Thank you.
Nálunk egy nap előadásában hallom a kéz a kettőkét hallhatják. Tehát tudni
kísérni, aki... Thank you.
kis csoport, illetve volt egy fiatalokból álló csoport, most a fiatal felnőttek, egyetemisták és fiatal dolgozók következnek. A koreográfiát, és soha nem, soha mindig elfelejtem saját magam bemondani, én Lesz-Budeli Dencia voltam, a tanszak vezetője és a citerások és énekesek és táncosok tanára, illetve a táncosokat, a nagyobbakat ketten a férjemmel vezetjük, és hát a betegségek és egyedre hiányzások miatt most mi is beugrunk, és sajnos minket is kell nézni, ahogy táncolunk. Ez karácsony napja. Karácsony napjára szépen vígadjanak, utolsó órájára vígan jussanak. Gazda és gazdaszony, nem azért jöttünk, hogy meg ne hallgasson. Mi Noé galambja, hírt vitvó Noénak, mi is, mint egy galamb, hírt hozunk-e háznak. Thank you.
Oh,
nagyon szépen köszönjük, akkor ezt az örömet, amit most felénk mutatta, ezt az örömet vigye mindenki haza, és áldott szép karácsonyt kívánunk mindenkinek. A kedves kollégákkal majd ki, amilyen kommunikációs formát szokott alkalmazni a szülőkkel, elküldjük majd, telefonálunk, hogy milyen fél évig tudnivalók vannak, mikor kezdődik majd a szünet után újból az iskola, és mikor kell majd a piszkos anyagiakat intézni. Ezt most nem is mondtam, áldott szép karácsonyt mindenkinek. Egy mondatig hagy maradjam a magamhoz a figyelmet. Az iskola vezetése nevében szeretnék tiszta szívből gratulálni az egész tanszaknak, Margetán Márténak, Kovács Mártonnak, Lukács Bencének, Leskó Deli Terciának, és persze nem utolsó sorban Leskó Gábornak is. Köszönjük szépen a segítséget. És bocsánat, egy valakit mindig elfelejtek, de hogy ezek a csekkos rendezvények Kelemen Zoltán nélkül nem jönnének létre, úgyhogy egy hatalmas tapsit. Szóba hozta, én hadd kerekítsem ezt egy kicsit jóval ki. A Művészetek a Jövő Emberért Egyesület elsősorban az önök támogatásaira támaszkodik. Hangversenyeket támogat, hangszereket tartunk karban, hangszereket vásárolunk, és most nem utolsó sorban négy rend ruhát is kaptak a néptánc tanszakunk táncosai. Ebből néhány, igaz? Látható már a színpadon, és fantasztikus volt ezt nekem is látni, hogyan telik meg egy ilyen támogatás élettel. Úgyhogy köszönjük szépen, támogassanak minket ezután is. A karácsony a nyakunkon, pedig lehetne a szívünkben is. Ebben kaptunk most óriási segítséget az egész tanszaktól. Még egyszer szívből gratulálok ehhez az egészen csodálatos vizsgaeljáráshoz.